Pontos mérföldkőhöz érkezett a hétvégén bajnoki címvédő női kézilabda csapatunk. Az FTC Railcargo Hungária Budućnost Podgorica idegenbeli legyőzésével megszerezte 100. bajnokok ligája sikerét. A meccsek sora egy közel 27 éves időszakot ölel fel, mivel a kupasorozat 1994-ben kapta meg a ma is használt elnevezését, hivatalosan az első győztes mérkőzésünkig egészen 1995. január 29-éig kell visszamennünk, amikor a Fáj utcában 21-17-re nyertünk a holland Visa Swift Rörmond csapata ellen. Az itthonira kevésbé emlékszem, meg magára a mérkőzés, hát valahogy nyertünk, mert azért akkor a hollandok még nem számítottak olyan jó csapatnak, de három magyar játszott ott abban a holland csapatban, és azért ettől azért erősebbek voltak. A kintire az egy kicsit jobban megmaradt, mert utána nagy bulit csaptunk egy ilyen holland kocsmába, tehát az úgy arra jobban emlékszem. Nekem pont jövőre, nyáron lesz 30 éve, hogy itt vagyok a Ferencvárosban, és először engem egy kicsit olyan félbe fogadtak a csapattársaim, de aztán hamar megtaláltuk a közös hangot, és hát ez azóta lassan 30 éve működik is. Úgy egyáltalán a BL-ekkel kapcsolatban nagyon kellemes emlékeim vannak nekem. Mindig sikerült az idegenbeli mérkőzéseken tűzben tartani a lehetőségét annak, hogy tovább menjünk. Akkor a sikerünk egyik fő pillére az volt, hogy csapatként nagyon jól működtünk, és ez a lassan már 30 éves barátság, ez azóta is nagyon sokunk között tart. Ez megnyilvánul abban, hogy lehetőségünk van együtt dolgozni, illetve az, hogy a szabadidőnkben is nagyon sokat töltünk együtt. Együttesünk jelenlegi játékosa Szutyánszki Zita is jelentősen kivette a részét a 100 győzelemből. 15 éve egy Brassó elleni hazai siker alkalmával örülhetett először BL győzelemnek. Tényleg annyi élmény volt, mondjuk nekem eleve, amikor ide kerültem a Fradihoz, az egész egy csoda volt, hogy ott egyből EHF kupát nyertünk, aztán bajnokságot rá egy évre, úgyhogy nekem az egész ilyen teljesen álom volt, és annyi élmény, annyi impulzusért, hogy tényleg ez így egyáltalán nem maradt meg. Amellett sem szabad elmenni, hogy jelentős különbségek vannak a 90-es és a mostani évek bajnokok ligája lebonyolítási rendszerei között. Abból adódóan, hogy sokkal több meccset játszanak, nehezebb, sokkal több jó csapattal kell játszaniuk, mint ahogy annó nekünk kellett, de ugye akkor az a rendszer volt, most ez van, úgyhogy itt kell, illetve akkor nekünk ott kellett helytállni. Ez biztos, hogy nehezebb, viszont 16-an ülnek a kispadon, tehát sokkal több csere lehetőség van, ugye a mai kézilabda az ugye sokkal gyorsabb is, mi azért 12-en ültünk a kispadon, tehát azért nem volt ennyire sok variációs lehetőség, és azért 60 perces játékosok azért bőven akadtak abba a mezőnyben, ma már ez ritkán. Mindig abban a pillanatban valamit rosszul élünk meg, vagy jól élünk meg, és akkor a végén derül ki, hogy ha ott esetleg kikaptunk volna, akkor más ellenfélt kapunk, akinél éppen hiányzik 3 vagy 4 ember, és bekerülhettünk volna a Final Four-ba, mert ilyen is volt. Mindig a mostra kell koncentrálnunk, és ezt igen, ebbe a kiírásba, tényleg nagyon sűrű a program, ugye volt egy olimpia, be fog jönni ez a Covid dolog is, ami megint csak egy újabb alkalmazkodás, de tavaly ezt jól megoldottuk, legalábbis a bajnokságban, most ezt át kell vinnünk a BL-re is. Vajon ki lehet emelni egyetlen emlékezetes meccset ebből a 100-ból? Bennem az a mérkőzés van, meg nagyon nem feltétlenül kellemes emlékként, amikor a Fari megsérült meccsen. Az azért mély nyomokat hagyott mindenkiben akkor, illetve az, ahogy azt a meccset aztán végül sikerült olyan jó eredményre kihozni, mi lett. Az egész sorozat ott, az a 95-ös, 96-os BL sorozat, az nagyon jó volt. Meg úgy az egész, ugye itt volt a világbajnokság, utána ez a BL sorozat, utána olimpia, tehát úgy egybe ez így nagyon szép élmény volt. Pont egy Podgorica, amikor kimentünk, és akkor nyertünk 10-zel, amik soha nem volt ilyen egy nágúval, cvícsel felálló Podgorica ellen, az mindenképpen olyan volt, ami tényleg le lehetett volna rajzolni, akkor biztos, hogy így folyik le a mérkőzés. A mostani lendület és forma biztató a jövőre nézve, és reméljük, hogy a nagy álom, a Final Four idén végre összejöhet. Én őszintén remélem, hogy igen, el kell, hogy jussunk, hát ez a Ferencváros. Bízom benne, és abban is, hogy tényleg most egész jó
jól állunk, és ezt remélem, hogy tudjuk tartani még ebbe az évbe is, a meccseken meg jövőre is, és hát akkor abból valami szép kisülhet májusra. Mindig van valaki, aki rúg egyet a csapaton, hogyha baj van, ugye pontosan ezek az X-ek, vagy az egy góllal megnyert mérkőzések mutatják, hogy azért léptünk előrébb. Igen, jó, ez el van húzva, hogy még nem voltunk a Final Four-ba, de annak is előbb-utóbb itt lesz az ideje, és nagyon reméljük, hogy ez most lesz. Sorozatunkat legközelebb november 13-án szombaton folytathatjuk, amikor 16 órától Érden fogadjuk a bukaresti Csecsemét.